Mindig az itt eszembe, amikor nézem ezeket a táncos gyermekeket, hogy ugye nem csak kiválóan táncolnak, és nem csak anyanyelvi szinten viszik melyen fiatalon ezt a kultúrát a hátukon, hanem ők ezt egy csodálatos játéknak tekintik, és ezáltal van egy elképesztő művészeti értéke is ennek a dolognak, és ez engem nagyon boldoggá tesz, hogyha én nézem őket. Nos, kérem szépen, azt kell tudni, hogy az elmúlt években az Egyesület elnökségének a döntése alapján a szóló táncversenyre nem egy kötelező anyagban kiírva, kiírjuk, hogy most tessék fölkészülni Mátyusföldből, vagy Kalotaszegből, etc., etc., hanem a kötelező anyaga minden egyes táncosnak a saját régiójából kell, hogy legyen. Tehát választ a régióból egy táncanyagot, és azt mutatja be. Na most, hogyha ezt a döntést nem hozzuk meg, akkor egyáltalán nem biztos, hogy megismerkedtünk volna széles körben a Kozár Mislenyi verbunkkal, mert most az lesz látható itt a színpadon, méghozzá Tallér Szabolcsnak a bemutatásába, úgyhogy fogadják szeretettel Szabit, aki most megmutatja az ő saját településének, Kozár Mislenynek az anyagát, Kozár Mislenyi verbunkot.